Szép estét kívánok mindenkinek! Varga Bálint vagyok, remélem, hogy hallatszik. 2020. április és 20-a van ma este. Kérnék egy visszajelzést. 1-től 5-ig hallatszik-e? Azt mondja Brigitta Zoltán, Konzmisi, Norbert, mindenki hallja. Oké, köszönöm szépen. Itt az Edit is, Rózsa, ha mindenkit van. Most már hiányoztatok. Eszékről beszélek Horvátországból. Minden olyan szó, amit még ideig nem hallottatok, remélem tegeződhetünk. Ez ilyen horvát magyar keverék lesz, de azok, akik már hallottak, meg hallgatnak. Én azt hiszem, most már több mint egy hónapja nem is tartottunk magyar konferenciát. Most volt 8 kor a horvát, az Attila tartotta, és úgy döntöttünk, hogy most már összejött néhány hír. Valaki lehet, hogy aki figyeli a weboldalokon, hivatalos weboldalokon kell mindig nézni, hivatalos Facebook csoportokat, esetleg Viber csoportot, akkor ottan mindig hivatalos információkhoz tudunk jutni. Én kicsit összeszedtem itt az információt. Lehet, hogy most, ha valaki először hallgatta egy ilyen konferenciát, Skyway konferenciát, lehet, hogy nem lesz minden világos, <kül> miről is beszélnek, de úgy, úgy, úgy gondoltam, hogy minél több új információt adjunk, de van egy új prezentációnk is, most Skyway Capital megváltoztatta a nevét, most úgy hívják, hogy Skyworld Community, és egy új logónk van, bár megmaradt az a SVC, és ez azt jelenti, hogy a Skyway még sokat sok évig együtt akar dolgozni velünk és bár most már több mint 400 ezer tag van és sok új projektbe természetesen Skyway projektbe együtt akar működni velünk most kitaláltak megint egy új marketing tervet a top experteknek és sky, sky experteknek kicsit valamilyen változások vannak de aki top expert, az már tudja a Skype csoportba milyen új információk vannak. Ez nektek most nem annyira fontos. Ha visszamegyünk 2016-ba, még sokan óvatosan fektettek be a skyway be Én áprilisban ismertem meg a Skyway-t és akkor hallottam először a Magdolnától, és akkor megismertem a Szívós Lacit is, utána ki segített, természetesen a Magdival együtt, hogy megismerjem a Skyway-t, elmentünk Berlinbe, utána még akkor Rigába is, akkor másik évben elmentünk Minskbe. Nekem az volt fontos, hogy ha elindulok dolgozni valamilyen üzlettel, akkor minden kérdésre a partnereimnek tudjak választ adni. Úgyhogy kellett egy fél év, mikor olyan szégyelősen elindultunk, hogy elkezdjünk szponzorálni. Most 8300 valamilyen csoport van, aki befektető több országba, és én szerintem ez egyik legjobb döntés volt mindannyiunknak, mert az idő megmutatta, hogy mi egy igazi, valódi projektba vagyunk, a tulajdonosok vagyunk. És itt állunk a 14. fázisban. Ez természetesen már 2017-ben kellett volna lenni, amit a mérnökök megterveztek. 2014-be tervezték, és 2017-be, 18 ba tervezték, hogy befejeződjön. Én örülök neki, hogy nem fejeződött be, mert lehet, hogy akkor pár ezer részvényem lenne nekem is a családomnak, a barátaimnak. Így kaptunk egy időt, és ha megnézzük, mindig van valami ok, hogy miért kell így lenni. Nagyon sokszor idegeskedünk valamilyen, és egyszerűen, mikor elmúlik az idő, akkor rájövünk, hogy persze nem is kellett volna idegeskedni, mert sokkal jobb, hogy így lett, volt valami ok, hogy miért kellett ez így lenni. És ezt előbb-utóbb mindenki rájön ilyen dolgokra. <kül> ha 2018-ban már kiment volna a tőzsdére, akkor nagyon sokan nem is ö, azt mondtanák, hogy ó, egy ilyen szuper lehetőség, kimaradtunk benne. Természetesen azok, akik már 2014-be, 15 6-ba, esetleg 7-be befektettek, és vettek részvényeket, részvénycsomagokat, jobban mondva, mi mindig azt mondjuk, hogy részvényeket veszünk, pedig az nem igaz, mi kölcsön adunk a Skyway-nak pénzt, és három év múlva vissza tudjuk kapni kamatossal, ha azt úgy, úgy döntünk. De ha aláírjuk a szerződést velük, akkor ők ezt beváltják részvénybe, és mikor a holdingba átjutassák a, ezeket a részvényeket, részvénycsomagokat, utána a holding fog kimenni a tőzsdére, és akkor lesznek igazából részvények. Ez lehet mondani, hogy egységek, vagy én úgy hívom, hogy részvénycsomag, mert részvényt ad nekünk vissza a cég. Na most, ha valaki vissza akarja kérni, vagy beváltja a tokenba, vagy lesz majd olyan lehetőség, hogy eladjuk a cégnek, visszavásárolja a cég, lehet, hogy mi 1 centért vettük, és a cég felkínál háromat vagy 5 centet, az 300 vagy 500 százalék, az, az nagyon szuper. Bár én azt nem fogom csinálni, de mondom, hogy milyen lehetőséget terveznek. Csak akkor tudja a cég visszavásárolni, hogyha a cég csinál forgalmat, és a forgalomból, értékesítésből eladja a célprojekteket, keres pénzt, és azzal a pénzzel. Azzal a pénzzel, hogy egyiktől beszedi, másiknak eladja, ez piramis játék volna, és teljesen lezárnák a céget, ilyen nem akarnak játszani. Ezért nem is lehet nekünk most eladni a mi úgymondva részvényünket, mert ez, ez, is nem, 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 nem törvényes, és sokan voltak olyanok, hogy ó, én megvenném valakitől, aki, akin, aki nem akar várni, vagy így. Természetesen, ha örökölni azt lehet, mert az, az ha valaki elmegy tőlünk, akkor a gyerekei, vagy a mit tudom, mint testvér, vagy valaki rokona, akkor tudja örökölni. Ezt meg tudják csinálni, és akkor így lehet átszervezni. De, na, menjünk vissza. Ha a cég most az idén lesz neki nyeresége, akkor ő valamennyi részvényt vissza akar vásárolni majd. Elsőségbe az idősebbekkel, idősebbektől, utána meg a többiek is majd lehet, hogy be tudják váltani. Na, én ezt nem javaslom, mert most azon spekulálnak a cégbe, hogy én nem akarok ma senkit motiválni, megmondom mindent uh, olyan, ami van. Uh, reálisan, ami, ami információt összeszedtem a konferenciákról, a Maslow-tól, meg a többiektől, meg uh, ami információt kapunk, a cég vezetőségből. Úgyhogy lehet, hogy mondok olyat, ami uh, valakinek nem tetszik, meg, uh, de lehet, hogy valakinek nagyon tetszik. Ez... ez uh, mi sokan vagyunk, mindenki másképp veszi. Körülbelül még 10 hónap kell, hogy most tervek szerint, hogy befejeződjön a finanszírozás, és igaz ez most a koronavírus kicsit leállította ezt a két-három hónapot, de olyan 10 hónap körülbelül kell neki most terv szerint, hogy befejeződjön a 15. fázis. Mi tavaly még úgy gondoltuk, hogy úgy is mondták, ugye, hogy valamikor a nyáron a 14. és év végére a 15. Na most mindig van egy terv, van egy elképzelés, és soha nem lehet ezt a tervet pontosan arra a napra, amit kitervezünk, teljesíteni. Na most valami előre, előbb, valami Később lett. Lesz. A, most ha nem lesz év végére, akkor 10 hónap múlva lesz, akkor jövő tavasz körül fejeződik be. Na, de azt akarom mondani, ha bejön egy nagyobb befektető, aki azt mondja, figyeltek, én beteszek 10 millió dollárt, nekem ez kell, ez a részvény, akkor, akkor lehet, hogy három vagy négy hónap múlva befejeződik. Ezt akarom mondani. Nem lehet mindig terv szerint gondolni, és ami engem mindig ami zavar, vagy hogy mondjam, ami, ami nekem nem tetszik, hogy a, egy résztulajdonos, egy befektető, ő mindig, nem, nem mindenki, csak valaki, úgy csinál a cég ellen, hogy be akar valaki csapni bennünket. Én nem bírom elhinni, hogy még ma is gondolkodnak, vannak olyan emberek, és sajnos vannak sokan, akik azt hiszik, hogy a Skyway egy átverés. Hát, hogyha átverés lenne, akkor ezt a 2 három száz vagy még több bizonyíték biztos, hogy nem lenne. Ez logikai szerint, ha valaki át akar verni, akkor úgy kezdődik, hogy hú, szuper, van egy nagyon jó üzleti lehetőségem, Dubajba, Londonba, meg mit tudom én hol, van irodám, mivel foglalkozik a cég, befektetté, és ilyen forex, olyan forex, tőzsde, ez az, milliókat fogsz kapni. És akkor az embernek betesznek 1000-10.000 dollárt, utána két-három hónap múlva rájönnek, hogy átlettek át verve, nincs a weboldal, és semmi. Így működnek az átverések. A Skyway az, megint mondom, reális projekt, és ők már nagyon sok járművet leteszteltek, elkészítettek. Ha hát nem vannak olyan hülyék, hogy Marina Gorkába, Belorussziába elhívnának 5000 embert egy átverése. Hát a 5000 ember oda ment, és mindenki lelkes volt, beültek a junibuszba, meg a Unicarba, mentek, én is kimentem Dubajba, néztem a Sárgyába, hogy kezdett akkor épít, építkezés, ugye? Most is terveztünk november végére, ugye terveztük ezt a, ut a utat, sajnos uh, már el van halasztva, de júniusban össze lesz a végleges döntés. A BIE közgyűlésen hoznak majd egy lesz egy szavazás, és két harmada többsége szükséges, hogy elhalasszák ezt 2021-re. <kül> Miért gondolom én, hogy el lesz halasztva? Azért, mert majdnem minden nagy rendezvényt elhalasztottak már tavaly is ez a svájci autó, autó, hogy mondják, a kiállítás, ugye, az is el lett halaszva. És autószalon, köszi Gábor. És akkor elhalasztották a európai bajnokságot, fotballmeccseket, akkor Japánba is, atletikát. Itt meg el van már döntve, de ezt hivatalosan júniusban el lesz. Miért halasszák el? Mert a 25 millió ember, aki oda szeretett volna menni, én biztos vagyok benne, hogy abból nem lenne egy millió se. És az az egy óriási veszteség lenne nekik, mindenki fél most utazni, még, még nem is tudjuk, hogy lehet -e majd novemberben, ugye túl messze van, de azt mondta a Junicki, hogy ők sárgyába mindent addig elkészítenek, és bárki, aki odajön, meg tudja látni azt, amit az Expo 2020-on majd meg akartak volna mutatni a pavilonokba. Azt tudjuk, hogy 6 hónapig kellett volna, hogy tartson, de ha nem lesz, 99% hogy nem lesz, akkor mi sem megyünk, akkor halasszuk el megint egy évre, majd elmegyünk, akkor jövőre. A hajótozások lesznek mindig, ahogy megengedik az államok, azok ott a az Emirátusban mindenhol, hogy hol lehet majd hajózni akkor, akkor megszervezzük újból és elmegyünk azt mondjuk, hogy olyan 1000-1100 euróba kerül fejenként és elmegyünk majd máskor meg akarjuk látni a expot is meg meg akarjuk látni a sárgyát az ami jó, hogy most már három szakaszt építenek ott van a a konténeres, ott van a 500 km sebességre. Azt tudjuk, hogy Bielorussziába nem tudták megkapni az engedélyt, csak a 400 méterre volt, és a több, több 15 kilométerre nem kapták meg soha. <kül> Ezért úgy döntöttek, hogy Sárgyába felépítik a 25 kilométerest. A Junicki most a napokban mondta is, hogy ott folynak az építkezések. Dubajban nem állt meg semmi, ilyen építkezés, és, és természetesen megy, megy, előre. Úgyhogy háromfajta építkezés működik, sokkal több pénz kell ehhez is, ezért is a 15. szakasz többe kerül, mint ahogy tervezték 2014-be, de meg fogják csinálni, és befejezik, és akkor, mikor elutazunk oda, akkor meg tudjuk majd nézni. Miért volt még ilyen csúszás? Ha azt is tudjuk, hogy Litvániából át kellett neki költözni Belorussziába, a Ekotechnoparkot ott is elveszítettek legalább egy évet, akkor ezt az engedélyt nem kapták meg, itt is elment egy fél, fél évig vártak a építő rendelkezési engedélyre a 500 km sebességre. Sok támadások voltak, feljelentések különböző országokba. Természetesen ezt mind a Junicki megkapta, mert rendes, nem pilóta játék, rendes projekt van, és akkor így el, elhúzódott az egész. Ami nekünk nagy előny, hogy ez egy igazi projekt, aminek sokkal kedvezőbb ára van a felépítésre, építkezésre is, akkor a fenntartás, a energiát, ha összehasonlítsuk a többi energiafogyasztókkal, akkor látszik, hogy a Skyway nagyon-nagyon kedvezőbb és olcsóbb. A ekológia és a biztonság, Mindet, mikor összehasonlítsuk, akkor látjuk, hogy egy modern, egy biztonság és tiszta energia forrású szállítmány a Skyway. Már nagyon sok építkezésre való engedélyt már megkezdték, már, már kapták, valamit még készítenek, azt tudjuk, hogy Magyarországon is készítik neki, és, és lassan ők haladnak előre. A Skyway token is majd el akarják indítani, most nem tudom, hogy júliusban a terv szerint ez marad, vagy el lesz ez is csúsztatva. Szerintem nincs oka neki, hogy elcsúsztassák, úgyhogy marad, ez is egy új befektetési forrás lesz. Amit majd használnak a célprojektekre. Az a jó, hogy most azon gondolkodnak, hogy a, mikor kimennek a tőzsdére, hogy minél erősebb legyen a cég, és minél előbb elérje a 2-3 dollárt akarnak, most rengeteg célprojekt van, amit nem szabad nekik megmondani, ezt igaz, ezt már többször hallottuk, és uh, ott Emirátusban is. Azt tudjuk, hogy az a 10, meg a 50 milliárd dollár rossz projektekre uh, készítik, és uh, úgy volt, hogy majd a kiállításon a Expo-n fogják aláírni, de ez uh, lényegtelen, mert akárhol ottan Dubajban alá tudják írni. Csak akarták hivatalosan így bemutatni a, az expo Most, hogy már ottan Sárgyában is képültek ezek a VIP Unicar szakasz, meg ott voltak meglátogatni, már többen nézték. Most már látják, hogy a projekt igazából sokkal kedvezőbb és érdekes mindenki számára. A... Mi még az előnyök? Nagyon nagy biztonság, és nagyon sok innovatív most fordítom itt a Horvátról. Innovatív technológiát keres a világ. Nagyon nagy a potenciál, és sok ember finanszírozza ezeket a projekteket. Most olyan időben vagyunk, hogy nagyon nehéz találni igazi, valódi projektet, ami kifizetődik, és egy ilyen új technológiába, mikor az emberek megtudják, akkor ilyen szívesen fektetnek be. Akkor ezek a új dizájnok most tervezik a új járműveknek a új dizájnjukat, és azt is majd nem sokára bemutassák. Még mindig beszélnek az osztalékről is, bár nem tudom, hogy jövőre, de ha aláírják ezt a 10 mega 50 milliárd dolláros projektet, akkor egy tisztességes osztalékot ki is tudnak fizetni jövőre, amilyen jövőre ilyen, ilyen tájba kellene, hogy legyen. Májusban. A 15. fázis azt mondtuk már, hogy olyan 10 hónap, most a terv szerint, hogy addig, akkor, na igen, azt a takarják készíteni, hogy minél előbb legyen majd osztalék, hogy a befektetők kapjanak vissza valamennyi pénzt, akkor még tovább fejlesztik az egész projektet, a új certifikátokat csinálják, akkor a saját kriptovalutát, ezt már mondtuk, és amit mostanában a Unitski Sokszor tart ilyen rövid bemutatókat, Itt mondja a technológiát, elmondja, hogy ez még oroszul van, de azt hiszem, hogy tolmácsok már fordítsák, és beszél arról, hogy milyen nehéz volt elképzelni eztet, és elindítani, senki nem hitt nekik, de végül a, a, az egész technológiát, mikor megcsinálták, mikor elkezdték kapni ezeket a certifikátokat, a zengedélyeket, akkor tisztára megváltozott mindenki szempontjából a, a, a Skyway. Más, másképp nézték az egész az egész céget. Na itt már látjuk ezeket a Járműeket, ezeket mindegyiket, mindegyik már ott volt, például ez Ezt tudjuk, a Unicontot. Az, az, azt mondják, hogy a, ez a teher szállítás, hogy ez rengeteg pénzt fog majd hozni. Azért, mert ez egy olyan ipar, ahol vagy nagyon drága a repülővel vinni, vagy nagyon lassú a hajókkal. És főleg az Ázsiát, meg a Európát, ha össze kell kötni, akkor ezek a unikontok, ha ilyen, ilyen szakaszokat fognak kiépíteni, akkor ez nagyon meggyorsítsa, és legalább olyan olcsó lesz, még még olcsóbb is, a hajó szállítástól de egy hajó mondjuk rá onnan Kínából lehet, hogy egy másfél-két hónapig is utazik Európába, ezekkel meg pár nap alatt oda lehet szállítani a zárut. És a Junicki azért akarja most minél előbb kiépíteni, az idén ez kész is lesz, az első teherszállítás ottan, Sárgyába, amit itt összekötik a kikötőt, és akkor utána építik a többieket is. Ami az előny még az, hogy mi befektetünk egy teljesen új technológiába, ami nagyon gyors és olcsó szállítás. Nincs sofőr, automatizálva van az egész rendszer. A blockchain technológiával működik. Az azt jelenti, hogy ha kiadja valaki a parancsot, mondja úgy, akkor azt, nem tudja felbontani egy hacker, leállítani, megfordítani, felgyorsítani vagy vagy leállítani a járművet, mert nincs olyan lehetőség a világon, hogy a blockchain áttörjék. Ezért ez nyújt egy nagyon nagy biztonságot. Ami még előny, hogy az egész sineket és a blockchain figyeli, és bárhol van valami repedés, vagy, vagy valami gond, vagy valami, mit tudom én, ott állna a sineken, akkor az mindjárt jelenti, és le lehet állítani a forgalmat. Drónokkal meg tudják figyelni, ami nem egy drága dolog, és akkor így még pluszba tudják vinni az egész biztonsági, biztonságot a rendszerbe. A, én azt hiszem, hogy a berlini Inotrans, azt most kaptunk meghívót, azt ott lehet, hogy nem mondják le, az nem egy olyan óriási, mint a Expo 2020-as a Dubajban, nem 25 millió ember jön, hanem pár ezer, és meg akarják tartani, meg akarják szervezni, és a Skyway is ottan lesz majd kiállításon. Minden két évben van egy ilyen berlini kiállítás. Ez is nagyon fontos, hogy megkaptuk a ISO 9001-es certifikátot, ez a TÜV német certifikát, mert ez is azt jelenti, hogy megvan a jó minőség, Amivel uh, tudják uh, majd a célprojekteket uh, tovább uh, adni, értékesíteni és építeni bárhol a világon. Azt ne említsem, hogy uh, rengeteg certifikát, meg, meg engedély van, meg le van védve több országba, egész Japántól, Ausztráliába, Kínába, <kül> már ezeket mind meg lehet uh, látni az arany kocsi is ugye leginnovatív technológia 2016-ban azt hiszem akkor kapták, az is érdekes volt. Tavaly szeptemberben elindult a sorozatgyártás, akkor most azt hiszem februárban, vagy mikor, január-februárban megvettek egy nagy épületet, ahol 50 iroda van, több mint ezer ember dolgozik a Skyway-ba, aki megy, és 8 óráig ott dolgozik, meg most már sárgyában is van nekik irodák, ahova egy rész át fog menni, és a sárgyai bemutató, az lesz a legnagyobb világ bemutató központ, ahova jönnek majd a kuncsaftok, meg minden országból a képviselők a Marina Gorka meg megmarad ilyen technológiára, ahol jobban technológiát tesztelik, meg mindent. Most jön majd a kihívás év végére, hogy le kell tesztelni és kiavítani minden hibát a Unibus, ami 500 km sebességgel megy. Ez is legalább egy fél évig, jobban mondom, 8 hónapig, Unitski szerint tart majd ez a tesztelés. A már igen, a gorkát, ezt már tudjuk, hogy képítettek öt szakaszt itten a nagy teherre, ami 40 tonnát is elbír vinni, ami szenzációs, mert ez egy nagyon nagy oszlopokon van máskülönben építve a hagyományos vonat sinek. Ezek meg ilyen Skyway, jó igaz, ez is sokkal erősebb a teher, de mégis másmilyen technológiával. Ők ilyen könnyű ö, technológiát ö, használnak. A sárgya innovációs központ az, ö, ott mikor voltam tavaly, az mind olyan ö, homokos, és ö, át fogják ezt mindet tervezni, kiépítik az egészet, nagyon sok ö, ö, át zöldre, zöldre, fogják majd átváltani ilyen homosszal, meg öntözni fogják vízzel. Látszik, hogy a, már nagyon sokan, nekünk van sok ismerősünk Dubaiba, és mindig mondják nekünk, mert természetesen befektettük a Skyway-ba, és mondják, hogy ott a sokszor a híreken lehet hallani, hogy tervezik, csinálják, készítik már azt a 15 km szakaszt is a központba. Bár ezt még hivatalosan a Skyway nem jelentette be, de hallottuk már több forrásból, hogy készítik ott az építkezést. A Junicki nagyon sokszor rosszul jár, mikor előre mondott valami információt, és ezért vigyáz, hogy Mit, mit, fog mondani. De én azt hiszem, hogy jövőre, aki elmegy Dubajba, az ilyen Skyway unibuszokba, meg Unicarba tud majd utazni, és, és ez egy olyan normális ö, ö, rendszer lesz ottan, amit Dubajban nagyon könnyen elfogadnak, de ö, ahogy meglássák a többi országok is, akkor már viszik majd máshova is az építkezést. Szóval ez volt a terv, ugye, hogy 2014-től most itt vagyunk a 14. Köze, 14. szakasznál a közepén, és az, azt gondoljuk, hogy egy ilyen 10 hónap alatt befejeződik ez a 15. szakasz is. Igazából mondva, ez nem a Skyway-tól függ, hanem tőlünk, mert mi vagyunk a befektetők, mi hoztuk a befektetőket, mi szedjük össze a pénzt, és ez, ez csak tőlünk függ. Ők tudnak bennünket motiválni különböző akciókkal, mindig van valamilyen akció is, de ez <tosz> Ezek a, ezek a befektetéset, ez, most már megcsináltuk a 90%-ot, most még ezt a 5-10%-ot be fogják végezni. Igaz, hogy most ilyen helyzet van, kicsit kevesebbet megyünk, majd, majd mindenki otthon is van, de még mindig lehet beszélni az emberekkel, interneten is bemutatni nekik. Most sokkal könnyebb a munkánk, mert tudunk tényeket mutatni, és igazi, igazi járműveket, igazi projekteket meg tudunk mutatni, ami három-négy évvel ezelőtt nem volt, ottan csak olyan, olyan katalógust tudtunk mutatni, meg vizualizációt, ami nagyon szép volt, ugye? de most már reálisabban meg tudjuk mutatni. Ami egy óriási lehetőség, ezek a új városok, ha néztem kicsit, most néha nézem a tévét, mikor itt vagyok, és látom, hogy több ország, de főleg most Kína, át akarják alakítani a városokat, meg új városokat építeni ilyen új technológiával, ami ahova nem szennyezik, ahol elektromos autók és elektromos járművek mehetnek be, és ez lesz most a jövő. Az emberek olyan füstből ki akarnak menni, és akarnak egészséges helyen élni és itt egy nagyon nagy lehetőség. Azt tudjuk, hogy a Skyway-nak megvannak ezek a projektek, és ezt csak el kell kezdeni. Ez sokkal könnyebb, és sokkal gyorsabban meg, megkapják az engedélyt is, meg mindent, ami szüksége van erre, úgyhogy ha ezzel elindulnak, természetesen kell majd, ahogy a Unitski mondta, a következő tíz évben, százezer munkást fel kell venni, nem csak egy helyen, nem csak Dubájban, meg Bielorussziában, hanem világszerte, mert mennek a központok. Ezért Sárgyába épül a, a főiskola, ahol ki fogják képezni az embereket, hogy ilyen Skyway tervezők legyenek, inzsinyerek, mérnökök, akik csinálják majd ezt az egészet. Ez egy teljesen új technológia, új építkezés, és ezért ezért van egy folyamat, ami, amit mi benne leszünk, figyeljük évekig, és örülünk, hogy megvannak azok a részvényeink. És azok a, mindenki, aki most úgy gondolja, alig várja, hogy kimenjen a tőzsdére, hogy eladja egy dollárért vagy, vagy két dollárért, mikor oda jön az idő, én biztos vagyok benne, hogy több mint 90%-ember nem akarja eladni, hanem meghagyja a részvényeket, mert, mert akkor már jobban, már többet fogunk tudni, mint ma, és akkor könnyebben el tudjuk kép, képzelni, hogy ez nem csak 1-két dollár lesz, hanem 10-15, 20 vagy még több dollár is lesz. És ha tudjuk ezt, akkor nem, nem fogjuk eladni. Egy minimum 10 ot de a 90% az megmarad, és tudj, higgyitek el, hogy ez ez majd így lesz. Uh, utána majd mesélünk, hogy 5-10 uh, évvel ezelőtt, akkor még milyen, milyen tervek voltak, meg minden, meg hogy elképzeltük, most meg örülünk, hogy mégis megvettük. Én tudom, hogy valakinek nagyon nehéz volt kifizetni, tudom, hogy... Uh, Uh, mi, uh, még van olyan, aki megállt, és nem tudta kifizetni, és nagyon nehéz volt. Uh, aki dolgozott erre, hogy, hogy meglegyen, hogy, 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 hogy megkapja azt a, uh, azt a csomagját, bármekkora volt, uh, 25 dollár, vagy 100, vagy 1000 dollár volt a havi részlet, és tudom, hogy nagyon meg kellett dolgozni érte. De higgyétek el, hogy uh, Érdemes volt, és lehet, hogy azt szeretnénk mindenki, hogy az idén befejeződjön, jövőre menjen ki a tőzsdére. 20% nettó bevétel az megy a osztalékra, és minden olyan projekt. Na most, ha meg lesz az a 50 milliárd aláírva, akkor lehet, hogy ők már ebből tudnak fizetni, hogy mondtam osztalékot. Az, az nem, nem, tudják most még, hogy mekkora lesz, mikor alá lesz írva a szerződés, akkor kiszámolják, hogy mennyi kell a építkezésre, és hagynak valamennyi részt az osztalékra. Ez akkor lehet tudni pontosan. De a 20% a nettó bevétel, az jön a Junicki, attól csak magasabb lehet. Később, mikor 3-5 év után a célprojektek ki lesznek fizetve, vissza, jön, a forgalomból megjön vissza, visszatér a pénz, akkor utána akkor sokkal több osztalékot ki tudnak fizetni, mert akkor már nem kell elköteni a pénzt a, vasra, meg a betonra, meg mit tudom én mi, mi, mire, hanem Bejön a bevétel, és megy teljesen a, a osztalékra, 20% mindig, a 80% meg megy a fizetése, meg a további célprojektekre, és akkor így fog majd növekedni a, az egész. Én mindig mondom, hogy ez egy nagyon jó üzleti lehetőség volt, meg, meg most is még van még mindig lehet vásárolni, egy a 10, egy a 20, egy a 30-ra, hogy visszatérjen a pénz. Ez is sokkal jobb, mint olyan befektetés, ami időző jelbe csak befektetés, hanem valaki addig szedi a pénzt, még jön be, mikor többet kell neki kifizetni, akkor leállítsa a weboldalt, és akkor annyi pénzt keresett, hogy akkor kinyit még kettő másikat is. Akkor ezt csinálják már több mint tizenvalahány éve, de mindig az emberek újból bebuknak, akár 10 dollárra, 50-el, 100 de ha betesz 100, összeszed 10-20 vagy 50 ezer embert, akkor összejön neki egy pár millió, és így keresi a kenyerit. Na, ezért nekünk jó, hogy ez mégis egy valódi üzlet, és bárki majd bárki visszakapja a pénzét, meg lesz neki haszna. Én nem tudom miért, a Kínában valamilyen úgy látszik másmilyen törvények vannak, de tudom, hogy a swig ott vannak kínaiak, de ott is nagyon kevesen. Nálunk vannak beregisztrálva, de de nem fizettek be. Na, ok, szerintem van valami törvény, hogy nem, nem, tud, nem szabad nekik, vagy vagy valami ilyen. És ezért, bár ugye vannak jócskán, de indiaiak azok vannak sokan, ugye? Vietnámiak tudjuk, hogy vitték uh, tavaly nyáron a 50-60% világforgalmat, és csak ottan eltolták, mert nagyon sok vezető ottan olyanokat ígértek, ami igazán nem, nem, valódi. Azt mondták, hogy 500 meg 1000 dollár lesz a részvény, meg ilyen hülyeségeket, és nem szabad ilyesmit mondani. Én úgy látom reálisan, hogy egyszer egy 15 dolláros lesz a részvény a Skyway-ba, de tudjátok, hogyha 2 dollár is lesz, akkor is mi nagyon fogunk örülni, mert lesz egy vagyonunk. Ha valaki vett 100 ezer részvényt, az 200 ezer dollár, az is már valakinek uh, tud venni egy lakást, vagy egy házat. Uh, lehet, hogy most nem Budapesten a központba, de nálunk 50 ezer euróért olyan szép házat lehet venni uh, városon kívül, hogy, uh, hogy uh, teljesen berendezi uh, el, uh, a gyerekeinek az életét megváltoztassa, kisegíti neki. De vannak sokan olyanok, akik több százezer vagy, vagy millió részvényt is vettek, és, és, biztos vagyok benne, ki kell várni. Tudom, hogy az idősebbek nehezebben várják, de a, ahogy, vet, ahogy tapasztaltam, nálunk inkább a fiatalok, akik nem tudják kivárni azt. De egy befektetőnek el kell fogadni azt, hogy rizikol, meg el kell fogadni, hogy türelmesnek kell lenni, és, és ki, kell, ki kell várni. Ez egy hosszú távú befektetés, és nagyon jó, hogy legyen hosszú távú, mert mindig az emberek gyorsan akarnak pénzt, rövid távú, és sajnos akkor elbokják. Az nagyon rizikós. Nekünk örülni kell, hogy a Unitsky vezeti eztet, ő nem pénzért csinálja eztet, neki nem az a célja, hogy ő megkeressen egy-két millió eurót, hanem az a célja, hogy az egész világon, ahol csak lehet, ő, ő meglássa a Skyway projekteket, hogy épüljön, és ez teszi őtet szerencsésnek. És ezt mindenki tudja, aki ismeri, mindenki, aki vele dolgozik, mikor ott vagyunk, akkor lássuk, hogy ez, ez egy becsületes ember, meg eh, ahogy már mondtam százszor is, hogy egy valódi cég, is, és jó eh, működik. Az, hogy nehézségek vannak, az vannak, és az természetes, akármivel foglalkozunk, mindenhol van valami nehézség, és ez, ez ezzel küzdeni kell, át kell ugorni, fel kell állni, olyan, mint a kisgyerek. Mikor elesik, le akkor feláll és megy tovább. Mi már felnőttük, ha elesik, akkor már nehezen állunk fel, mert már fáj a lábunk, meg a bokánk. De fel kell állni, menni előre, és ezt csinálja a cég is. Én tudom, hogy ez a ezer ember, aki ott dolgozik, mindenkinek az a célja, hogy megmaradjon a munkahelye, hogy megkapja a fizetés most is, jövőre, tíz év múlva is meg a Unitszki-nak is, és a vezetőségnek, a menedzsmentnek, hogy ez fejlődjön minél erőre, és mindent megtesznek arra, hogy, hogy menjen előre, hogy fejlődjön a Skyway. Nekünk szerencsére nem kell itt külön dolgozni, esetleg szólunk még valakinek. Most, ha mindenki szólna még egynek, a, a, aki befektetne 1000 dollárt év végére, akkor ezzel már bőven-bőven kész lenne az egész finanszírozás csak, csak azzal, hogy mindenki szólt egy, egy, új ezressel. Ezt tudom, hogy nem lesz, de azok, akik most jönnek be, és kapnak 20-szor, meg 30-szor többet, ez, ez jó, Ün, ő, ez becsületes, mert 2014-ben lehet, hogy kapott ezret, de ő már vár, ő már vár 6 évet, mi meg csak lehet, hogy egy vagy két évet fogunk várni. A Maszló szerint akarnak fizetni osztalékot jövőre, meglássuk, Ettől, attól függ legjobban, hogy mikor írják alá a szerződéseket, ezt a 10 50 milliárdot, ezt a Junitski majd bemondja, és szeretettel vár bennünket Sárgyán, bármikor, mi majd szervezzük, ha ugye most az idén nem tudjuk megszervezni, a pár több mint 100-120 ember jelentkezett, aki nekem személyesen vagy a, a iro Iroda, a vezetői iroda, aki ezt szervezte, és, de megcsináljuk majd jövőre, mikor lehet utazni, és, és akkor elmegyünk és megnézzük az egészet. A... Azt mondja, hogy köszönöm szépen a Attention. köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, hogy én örülök, hogy ennyi információt tudtam adni, és hogy legyen egy erő, egy kitartás, hogy kibírjuk még ezt a egy-két-három évet, és akkor tőzsdézzünk együtt. Köszönöm szépen, a viszont hallásra kb. egy hónap múlva megint. Be, megint tartunk egy előadást. Jó éjszakát mindenkinek!